A nyugati elkerülő újabb szakaszának megépítése és a Tiszavasvári út melletti ipari park fejlődése egyre nagyobb forgalmat okoz itt, a Mező utca, a Bethlen Gábor utca és a Vasgyár utcai csomópontnál is. A 36-os számú főút belterületi szakasza jelentősen túlterhelt, ezért fejlesztik majd a csomópontot. A beruházáshoz elengedhetetlen előkészületi munkálatok már befejeződtek, több fát is kivágtak már a területnél. Az előkészület már régóta kezdődött, hiszen ennek a csomópontnak az átépítéséhez komoly területszerzési feladataink is voltak. A Mező út, a Tiszavasvári út sarkán, hogy ezt az ingatlant kisajátítottuk, le is bontottuk, elő van készítve, de az Ekótól, a Lidl-től is vásároltunk területet, és tulajdonképpen a közmű átépítések itt egy ilyen csomópontnál mindig nagy feladatot jelentenek. Mindenkivel tárgyaltunk, mindent előkészítettünk, annak érdekében, hogy karácsonyig ez az út meg is épülhessen. A megyeszékhely polgármestere a csomópont fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatón hozzátette, a reggeli, valamint a délutáni közlekedési dugók, valamint a forgalomszámlálási adatok alapján is szükséges a fejlesztés a Mező utcánál. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője elmondta, a fejlesztés hazai forrásból valósul meg. Közel 730 millió forint értékben valósul meg, és a fejlesztésnek a lényege, hogy a Mező utcai csomópontnak az áteresztő képessége javuljon, és ennek érdekében a kereszteződésben kanyarodó sávokat alakítunk ki, illetve sávszélesítésre is sor kerül. A következő hetekben, hónapokban a fejlesztés miatt fennakadások lehetnek a Mező utca, a Bethlen Gábor utca és a Vasgyár utcai csomópontnál, de a tervek szerint évvégére már gördülékenyebb, gyorsabb lesz a közlekedés Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjánál.